Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Sok diák dolgozik, a szünidő alatt széles palettából választhatnak a tanulók. Fejlesztések Bátaszéken, játszótér és útfelújítás is kezdődik. Kígyók a városban, többen megrémültek néhány napja Szekszárdon egy Facebook poszt miatt. 20. Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon, 2 év kihagyás után rendezik meg a programsorozatot. A tanév végeztével sok tanuló dönt a diákmunka mellett a nyári szünetben. Kereskedelmi egységekben szinte mindig keresnek árufeltöltői pozícióra embereket, de nyári táborokban gyerekfelügyeletre is van igény. Számos önkormányzat foglalkoztat az intézményeiben a vakáció alatt dolgozni akaró fiatalokat, akik az elvégzett munkájukért ugyanúgy fizetésben részesülnek, mint a felnőttek. Ebben a bonyhádi kisboltban rendszeresen besegítenek a mindennapi feladatokban a diákok a nyári szünetben. 15 éves kortól a vakáció ideje alatt maximum egy hónapot dolgozhat a diák, 16 éves kortól viszont szülői engedéllyel akár egész nyáron át, ahogy ez a lány is. Jó dolognak tartom, mert árut töltünk föl, vásárlókkal foglalkozunk, nagyon sok új embert ismerhetünk meg munka közben. Széles a paletta a munkaerőpiacon, ahová fiatalok elmehetnek dolgozni. Vannak olyan munkák, amik előzetes tapasztalat vagy speciális elvárások nélkül betölthetőek, mint például a gyorséttermi munka vagy a kasszázás. Aki viszont a tanulmányainak, karrierterveinek megfelelő, szélesebb felelősségi körre vágyik, az különböző szakmai pozíciók közül is válogathat. A Bátaszéki Önkormányzat intézményeinél július és augusztus hónapban is foglalkoztatnak diákokat. Ranga Martin minden szünidő alatt a nyári táborban vállal munkát. Ebben a táborban már régebb óta vagyok, tulajdonképpen már kezdetek óta, és az eleinte mindig csak segítőként voltam, és most egy pár éve vagyok diákmunkásként. Ugyebár, hogy volt egy ilyen lehetőség, és akkor éltem vele, ha már úgyis itt lennék. Schrott Kinga szintén régóta megy el dolgozni a vakáció ideje alatt, azt mondja, örül, hogy lehetősége van rá. Jó, hogy a diákoknak megteremtik ezt a lehetőséget, hogy nyáron egy kis plusz zseppénzre tehetnek szert, és kicsikét belekóstolhatunk a munkavilágába, hogy milyen kötelezettségekkel jár az, hogy minden reggel 8-ra be kell jönni, van, hogy este 5-kor tudunk csak hazamenni. Tehát kicsit egy ilyen belekóstolás a való világba. A Tamási Önkormányzat is minden évben foglalkoztat diákokat a nyári munkákra. Erről beszélt Porga Ferenc polgármester. Mi szívesen vesszük a diákmunkások jelentkezését, hisz a nyári szabadságolások idején kisebb feladatokban, adminisztrációban, postázásban be tudnak segíteni a munkahelyeken. Legálisan csak olyan fiatal dolgozhat diákként, aki nappali tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A munkavállalás kizárólag iskola szövetkezeten keresztül történhet, ami azért előnyös mind a munkavállalónak, mind pedig a munkáltatónak, mert az iskola szövetkezet egyfajta jogi hidat képez a felek között. Megújult a NAV infovonala. Mostantól az általános kérdések és a konkrét ügyek telefonos intézéséhez is egységesen a 1819-es számot kell hívni, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtökön. Az adóhatóság szerint az általános konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az infovonal egyes menüpontjában, az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tevő szolgáltatás pedig a második menüpontban érhető el. A második menüpont használatához a telefonos ügyintézéshez továbbra is ügyfélazonosító szám szükséges. Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással kérhető a főmenü 3-as menüpontjában. A kormány energiaveszélyhelyzetet hirdetett és 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Ennek részeként augusztus 1-től a rezsicsökkentett gáz és áramárat csak a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfon. A miniszter a kormánykabinetek vezetőinek ülését követően tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkednek az energiaárak, gyakorlatilag Európa jelentős részén már a energiaválság alakult ki. Hozzátette, az elmúlt napokban az is világossá vált, hogy nagy valószínűséggel a jelenlegi állás szerint Európában nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonra.
A rendkívüli intézkedésekkel tudjuk biztosítani azt, hogy az országnak legyen elegendő energiája télen is, és a rezsicsökkentés a továbbiakban is fenntartható legyen. Az energiaveszélyhelyzet célja éppen ezért az, hogy felkészüljünk az előttünk álló energiaválságra, megerősítsük az ország energiaellátásának biztonságát, és a várhatóan ezt követően is tovább emelkedő energiaárak mellett is meg tudjuk védeni a lakossági rezsicsökkentést. Kormányzati támogatásból indul 4 beruházás Bálthaszéken. A fejlesztéseket több mint 100 millió forintos állami hozzájárulás teszi lehetővé. A napokban kezdődik egy játszótér, valamint a Kövesdi bekötő út korszerűsítése. E fölött a bálthaszéki játszótér fölött eljárt már az idő. A retro hangulatú terület már csak rövid ideig őrzi jelenlegi állapotát. Felújítása része annak a programnak, melyet a város a következő időszakban lebonyolít, és amely 4 objektum megújítását célozza. 13 millió forintos beruházási összegből fog megújulni ez a játszótér. Jó néhány játszótéri elemet kicserélünk, egy modernebb és esztétikusabb kerítés fogunk építeni. Tehát minden olyan feltétel adott lesz, amely egy 21. századi kis játszótérhez és annak igénybevételéhez szükséges. 6 új játékelemmel gazdagodik majd a játszótér, és ezzel párhuzamosan a város további 2 parkjába is jut majd az új játékokból. A korszerűsítési program részeként kap új külső bodítást, a számvevőszék régi épülete is. Amire legjobban vár mindenki, a Kövesd településrész bekötő útja fog megújulni. Itt a munkaterület átadása a héten megtörténik. Itt is papíron 150 napja van a kivitelezőnek, hogy ezt a beruházást elvégezze, de itt is előzetesen abban állapodtunk a kivitelezővel, hogy a lehető legrövidebb időn belül a beruházást be fogja fejezni, hogy minél gyorsabban vissza tudjuk adni majd a forgalomnak ezt az igen fontos bekötőutat. A 4 fejlesztés teljes költsége kormányzati támogatásból 103 millió forintból valósulhat meg. Folyamatosan emelkedik a szabadtéri tüzek száma Tolna megyében. Kedden Iregszemcse külterületén 200, míg Mözsön a Széchenyi utcában 100 négyzetméteren égett avar és gaz. Hétfő délelőtt 8 hektáron kapott lángra egy búzatábla Tamásiban, Fornát pusztánál, majd szerda délután 7 hektárnyi szabad területen égett a tűz, szintén Tamásiban, Kecsege pusztán. Megyénkben idén már 136 szabadtéri tűzesethez riasztották a katasztrófa védelem egységeit. Csak június 1-e óta 36-szor vonultak a lánglovagok. A szakemberek felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikkeket a kocsikból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók pedig ne szemeteljenek, és az otthoni kerti grillezés alkalmával tartsák be a tűzgyújtás általános szabályait. Riadalmat keltett néhány napja, hogy valaki egy Szekszárd belvárosában talált kígyóról töltött fel egy képet az internetre. Pedig a legtöbb hasonló esetben nincs ok komoly aggodalomra, mifelénk ugyanis nem élnek mérgező hüllők. Kígyó a madárkalitkában. Néhány napja töltötte fel valaki ezt a fotót a Szekszárdon hallottam nevű Facebook csoportba. A kép nagy riadalmat keltett, többen azt írták, egy vipera van rajta. Végül szakértő tisztázta a helyzetet, csak egy siklót kaptak lencse végre. Tolna megyében a kígyóknak csak ezen fajtái élnek, egészen pontosan 5. Mindegyiknek közös jellemzője az, hogy kerek a pupillájuk, nyilván ez egy picit közelebb kell hozzájuk menni. Megértem a félelmet, jobb félni, mint megijedni alapon, viszont jó eséllyel, ami kígyófélével találkozhatunk, akár városban, akár a környékén, ők mind ártalmatlanok. Akkor itt engedem szabadon is. Jól látható ezen az amatőr felvételen például a vízisikló legszembetűnőbb jellegzetessége. A feje mögött látható sárga, félhold alakú folt. A szintén veszélytelen résisikló pikkelyeinek vöröses színéről kapta a nevét. Ez a faj főleg homokos talajokon fordul elő. Eléggé lassú. A hazai siklók királya az erdei. Ezek az állatok akár 2 méter hosszúra is megnőhetnek. Mérget viszont a fajtársaihoz hasonlóan nem termelnek. A szakértő szerint tehát, ha valaki Tolna megyében kígyót lát, jó eséllyel nem kell attól tartani, hogy a mérgével kárt tesz az emberben. Alapvetően sem mérgük nincsen, sem olyan erős harapásuk, úgyhogy ilyen szempontból arrébb kell menni és békén kell őket hagyni. Mindezektől függetlenül néha előfordul, hogy fogságban tartott egzotikus kígyó szökik el a gazdájától,
amit aztán szakembereknek kell befogni. Erre viszont Tolna megyében úgy tudjuk, eddig még nem volt példa. Augusztus második hétvégén rendezik meg Bonyhádon a jubileumi 20. Tarkamarha Fesztivált. A már jól megszokott módon idén is a helyi jellegzetességnek számító állathúsából készült ételeké lesz a főszerep, de a kilátogatók részt vehetnek szakmai előadásokon, kulturális és egyéb szórakoztató programokon is. Augusztus 12-én és 13-án rendezik meg Bonyhádon a térség egyik legjobban várt ünnepét, a 20. Tarkamarha Fesztivált. Az első napon három szakmai előadást tekinthetnek meg az érdeklődők, amiken szó lesz többek között a gyepgazdálkodásról és az agrárpolitikai reformokról is. Füller Imre, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője elmondta, ma már újra 60 ezer körül van a magyar tarka tehén létszáma az országban. A bőrsárgától a sötétvörösig terjed a színe fehér foltokkal. Ugye az eredeti bonyhádi tájfajta az alapjában sötétvörös szín, martáikon átcsapó fehér folt, fehér fej, pigmentmentes szutyak és körmök és fehér farokbolyt. Hát ebből olyan nagyon sokat már az igazi tájfajtából nem lehet találni, de maga a fajta az él és virül, és köszönjük szépen, jól van és folyamatosan növekszik. A fesztiválnak vannak kísérő programjai is. A látogatók a Magyar Szemmel című szabadtéri fotókiállítást, valamint a Tarka fotópályázatának több mint 350 képéből nyílt tálatot is megtekinthetik. Ezeken kívül véradás és főzőverseny is lesz. A délutáni programok mindkét napon a kaszinókertben kerülnek megrendezésre, pénteken 4 órakor kezdődnek majd, és tartanak este 8-ig. Aztán lesz egy rövid átállás, és a szabadságtérre megyünk, ahol a nagy koncert kezdődik majd. Szombaton pedig 2 órakor kezdünk, ott már lesznek gyerekprogramok is, népi játszóház, elmés játékok, játszóházak. Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere úgy nyilatkozott. Azok a bonyhádi kötődésű emberek, akik már nem a településen élnek, sokszor úgy időzítik az éves szabadságukat, hogy erre a nagyszabású rendezvényre haza tudjanak látogatni. Az idén 20. alkalommal jubileumi fesztivált tartunk, 2 év kényszerpihenő után, hiszen az elmúlt időszakban sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ezt a nyár, illetve az egész év legnagyobb és mindenki által nagyon várt programját megszervezhessük. Ez épp ezért nagyon nagy a felfokozott érdeklődés és a várakozás, nem csak a szervezők részéről, hanem azt gondolom, hogy a város lakossága részéről is. Az idei fesztivál költségvetéséhez a tervezeten kívül hozzájárult egy nyertes pályázat is, valamint több új szponzor és cég is támogatja a programsorozatot. Az elmúlt héten 8036 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta 1.940.824 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 35, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 46.696-ra emelkedett. Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.400.000-en kaptak. Tolna megyében 40.907 fertőzöttet regisztráltak a járvány kezdete óta. Új közösségi térrel bővült a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ. A Kis Cica néhány napja nyílt meg. Az atomtéren található árkádnál zenei programokkal, hideg italokkal, rákcsánivalókkal és mediterrán hangulattal várják az érdeklődőket a nyáron. Talán úgy jobban látszik, hogyha lerakom, és nem tudom, hogy mennyire ragaszkodik, csak ezért kérdezem. Fritz Hanna, Zafi névre hallgató sziámi fajtájú macskáját hozta el a Cica szépségversenyre a Csengei Dénes Kulturális Központnál kialakított új közösségi térre. Először egy fényképet készítettek a házi kedvencről, amit a kulturális intézmény közösségi oldalára raktak fel a központ munkatársai. Ott zajlott a szavazás pénteken 12 óráig. Reméljük, hogy meg fogjuk nyerni, mert egy nagyon szép cicám van. Az új közösségi tér a Kis Cica nevet kapta, ami egy mozaik szó. A Kis Cica szépségversennyel akarták megismertetni a paksiakkal ezt az új szórakozó helyet, mondja Márkusz Zalán, a Csengei Dénes Kulturális Központ igazgatója. Kis Cica elnevezés ugye a Cinema Café-nak a rövidítése, hogy Cinema Café, és akkor így lett Cica, és hát fönt a mozi üzemeltetője a cicát üzemelteti, és a lenti pedig a Kis Cica, tehát hogy ez ugyanaz a büfé tulajdonképpen.
Az új közösségi teret a büfé üzemeltetője és a kulturális központ egyrészt a városban levő kulturális szórakozási lehetőségek bővítése, másrészt a paksi zenekarok bemutatása miatt hozták létre. A programok kialakítása még zajlik. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Rekordot döntött a vasút, közel 500 000 utaztak a Balatonhoz 2 hét alatt vonattal. Bebarangolják a zselicet, ismerkednek a természettel, vándortáborok Somogy megyében. A lakossági a legnagyobb felelősség, csökkenthetjük a szúnyog ártalmat. Mintegy 2 hét alatt már közel 460 000 utaztak a balatoni vasúti vonalakon a tóhoz. Ez az utasszám rekordnak számít, hiszen a MÁV tájékoztatása szerint 2019-ben 258 000, tavaly pedig 310 000 volt ugyanez a szám ebben az időszakban. Június közepétől jelentős kínálatbővítés valósult meg a főszezoni vasúti menetrendben. Folyamatosan érkeztek a vonatok a siófoki vasútállomásra hétvégén. Június 18-a óta a főszezonban sűrűbben közlekednek a járatok a tóhoz. Ez a két család Balatonvilágoson nyaralt, onnét utaztak be Siófokra. Mivel ilyen jó az idő, ezért kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy be tudunk jönni vonattal, a gyerekek is szeretnek vonatozni, és így megadjuk nekik ezt az élményt. Budapestről a főszezonban átlagosan fél óránként indul vonat Siófokra. Egy hétre jöttünk nyaralni, unokákra vigyázni, és szeretünk vonatozni, ezért jöttünk vonattal. Kényelmes, Intercity-vel, helyjeggyel, úgyhogy így könnyű volt. Olyan szerelvények is közlekednek a Balatonnál, amelyeken étkezőkocsi is található. Mintegy 2 hét alatt közel 460 000 utaztak a balatoni vasúti vonalakon a tóhoz. Ez rekordnak számít, hiszen 2019-ben 258 000, 2021-ben pedig 310 000 volt az utasszám ebben az időszakban. A Balaton déli partjára már az új emeletes KISZ motorvonatokkal is el lehet jutni Budapesten át. A Jégmadár Szobról közlekedik Fonyódra, ez a Napfürdő Express pedig mintegy 3,5 óra alatt Szolnokról szállítja az utasokat Siófokra. Hétvégén ezzel a vonattal is sokan érkeztek a tóhoz. Egyszerűbb volt, kényelmesebb sokkal. Nagyon szép a vonat, kényelmes. Sándorék a nagy családos jeggyel utaztak Monorról Siófokra. Mint a családfő elmondta, nem csak olcsó, de egyszerűbb és kényelmesebb is volt így az utazás. Nem kell odafigyelni az úton, sokkal kényelmesebben lehet érkezni, jönni-menni vonattal, sokkal egyszerűbb, nem kell lerója az emberről a terhet. A MÁV Start több kedvezménnyel is várja az utasokat. Ezek egyike az autóbuszokra is érvényes Balaton 24-72 napi jegy és a vakáció bérlet. Ezekből eddig harmadával több fogyott, mint tavaly ilyenkor. Több száz gyermek vesz részt az idei Kaposvár környéki vándortáborokban. A diákok egy-egy turnus alatt bejárják a zselic legszebb részeit, miközben megismerik a térség élővilágát is. A szervezők célja, hogy természetközeli élményhez juttassák a fiatalokat. Több kilométer megtétele után érkeztek meg ezek a gyerekek a zselici csillagparkhoz. A lepsényi felső tagozatosok azt mondják, többször túráznak évközben is, így nagyon örülnek, hogy ebben a táborban is részt vehetnek. A csapat az a megszokott, nagyon jó fej mindenki, mindenkivel. Hát a természet ugye nagyon szép, és nagyon jó benne kirándulni, meg ugye nyilván azért sokan vannak, akik bent ülnek a gép előtt, meg ilyesmik, de így ez, hogy én is szoktam játszani, de így, hogy kint vagyunk, ez szerintem nagyon jó, és mindenkinek tudom ajánlani. A lepsényi iskolások első alkalommal vesznek részt a vándortáborban. Gyerekek, szedjétek össze a holmitokat, indulunk tovább! Vezetőjük azt mondja, fontos, hogy természetközeli élményekhez jussanak a fiatalok. Nagy izgalommal jöttünk, hiszen ilyenben még nem volt részünk, hogy 2 naponta a szállást kelljen váltani, leginkább nem is kell kipakolni a csomagjainkat, hanem a táskából kell öltözni. A természet szeretete az, ami engem leginkább vezérel, és ezt a gyerekeknek is meg tudja mutatni minél szélesebb körben, és egyébként a vándortábor ezt teljes mértékben ki tudja elégíteni. A Zselicben idén 3. alkalommal fogadják az erdei vándortáboros diákokat. Az útvonalat a Baranyai és a Somogyi Erdőgazdaság közösen alakította ki. A két erdészet számos izgalmas és kalandos természetközeli programot kínál az 1 hét alatt.
A 7 nap során összesen 81 kilométert tesznek meg a gyermekek a túrák során. Nem csak túráznak az erdőkben, nem csak az Zselic természeti szépségeit fedezik föl, hanem különböző turisztikai attrakciókat is meglátogatnak. Második napon a Zselici Csillagparkot, harmadik napon a Bőszénfai Szarvasfarmon ismerkednek Magyarország 5 nagyvadjával, majd a Saséti táborhelyen egy kalandos nyomozó túrán vesznek részt a tanösvényen. A táborozók több turnusban idén augusztus közepéig ismerkedhetnek meg a Zselic szépségeivel. Ebben a szezonban a szervezők összesen 25 csoportot várnak. Zajlik a szúnyoggyérítés az egész országban, így Pécsen is. A városüzemeltetési cég szakemberekkel végezteti az irtást. A lárvák elleni védekezést földi biológiai módszerrel folytatják. Kemenesi Gábor virológus azonban elmondta, hogy jelenleg a lakosság részéről igényel nagy figyelmet a megelőzés. Egy ilyenből több ezer szúnyog ki tud kelni. Ehhez elég csak egy kis víz, ami összegyűlik egy ilyen edényben, mondja a pécsi virológus. Kemenesi Gábor elmondta, hogy napjainkban a lakosságnak van a legnagyobb felelőssége abban, hogy megelőzzük a szúnyog ártalmat. Ugyanis a Baranyai megye székhelyen végzett megfigyelések azt mutatják, hogy a kiskertekben szaporodnak el a vérszívók. Pécsen kifejezetten azok a szúnyogok a jellemzőek, amik ezeket szeretik. A kicsi vízgyűjtő edényeket, amiből a kertben akár több tíz is lehet. Ha ezekre odafigyelünk, hogy kiöntsük, akkor megspórolhatjuk azt, hogy több ezer szúnyogot kikeltsünk a kertben. És ez, amit elmondtam, ez egy nagyon fontos aspektusa még a szúnyogok elleni védekezésnek, amellett, hogy nagyobb területeken igen, bizony a biológiai gyérítést azt lehet művelni. Ez pedig többször is megtörténik országszerte. Pécsen a napokban is végeznek szúnyogírtást. Bár jelenleg a tenyészőhelyek nem aktívak, az időjárás hatására azonban ez könnyen megváltozhat. Éppen ezért a Biokom szakemberekkel végezteti a napokban a biológiai védekezést. Ez azt jelenti, hogy a szúnyogokat még lárva állapotban írtják ki, ami szinte kizárólag földi gyérítéssel oldható meg. Miért hozzá azért földi, mert rendkívül precíziósan kell kijuttatni, kifejezetten arra a területre, ahol a lárvák vannak. Tehát ha az ember leszorja a repülőről, akkor az nem fogja feltétlenül elérni a szúnyoglárvákat, úgyhogy ezért is nehézkes. Ha valaki abban gondolkodik, vagy látott már ilyet, esetleg egyébként a Duna ártéren szokott ilyen zajlani, akkor például a helikopterről szokták a granulátumot, a biológiai granulátumot szórni, de ott is ugye lehet precíziósan lassan, repülőről nem megoldható, ha repülőt látunk, az kémiai gyérítést jelent. Bár az Európai Unió területén a kémiai gyérítést tiltott, különböző okokból Magyarországon már tavaly is engedélyezte ezt a módszert a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Előfordulhat ugyanis, hogy nem tudják megakadályozni a lárvák kikelését, ilyenkor pedig a biológiai szerek már nem hatnak a kifejlett szúnyogokra. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Sok diák dolgozik a szünidő alatt, széles palettából választhatnak a tanulók. Fejlesztések Bátaszéken, játszótér és útfelújítás is kezdődik. Kígyók a városban, többen megrémültek néhány napja Szekszárdon egy Facebook poszt miatt. 20. Tarka Marha Fesztivál Bonyhádon, 2 év kihagyás után rendezik meg a programsorozatot. Pénteken sokfelé fúj majd erős szél, napos, délután pedig fátyol felhős idő várható, éjszaka kialakulhatnak elszórtan záporok és zivatarok is. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!